Te teljesen boldog vagy a szexuális életedben. Úgy érzed, hogy így maximálisan kihasználod a benned lévő potenciált, hogy tudod, hogy mire van szükséged, hogy tudod, hogy ezt hogyan érd el, hogy a partnereddel hogyan kommunikálj, hogy adjátok meg egymásnak azt, ami mind a kettőtöket boldoggá tesz. Én nagyon kevés olyan emberrel találkozom, aki erre azt mondja, hogy igen, én ilyen vagyok. Pedig lehetsz ilyen, és el lehet ide jutni. Nincs veled semmi baj, amiért bizonyos dolgokra nem úgy reagálsz, ahogy azt elvárnád, hogy reagálj. Amiért máshogy érzel, amiért nem feltétlenül az izgat fel, amiről azt gondolod, hogy fel kellene, hogy izgasson. Vagy amiért akár teljesen bezárkózol a falaid mögé, és nem engedsz be semmit. Vagy az is lehet, hogy bármi is történik, egyszerűen visszatérsz azokhoz az állandó gondolati körökhöz, és ugyanaz jár a fejedben. És egyszerűen ettől nem tudsz bent lenni egy élményben, és ez nem véletlen, de nem azért van, mert bármi baj van veled. Ezt a háromnapos workshopot úgy állítottam össze, hogy rálás arra, hogy mennyire óriási, hatalmas játéktere van a szexualitásnak, és hogy ebben van helyed, és megvannak az a te játékaid, megvannak az eszközeid, megvannak ehhez a partnereid is. Csak egyszerűen eddig nem tudtad, hogy hol és hogyan keresd, és hogyan hangolódj erre rá igazán, mert nem kaptál olyan teret, nem kaptál olyan támogatást, nem kaptál olyan inspirációkat, ami ebbe segített volna. De játszunk majd az erotik personákkal is, és megmutathatod majd egy olyan részedet, amivel eddig talán még nem is találkoztál, de egy biztonságos, elfogadó környezetben ezt meg tudod tenni, ahol kísérletezhetsz, és szabadon engedheted magad. Azok a szexuális dinamikák és azok a működések, amikkel mi most foglalkozni fogunk, azok így bekerülnek a kicses ládádba, és az eszközeid lesznek, és innentől kezdve akár az öngyönyörszerzésről beszélünk, akár egy új partnerről, akár a mostani partnereddel való együttlétedről, akkor lesz eszközöd arra, hogy így kiterjeszt mindazt, amiben így vagytok, és egészen másképp gondoljatok a szexualitásra, és egészen más élményeid és megéléseid lehessenek. Végre mélyen tápláló szexualitásod lehessen. Akkor is, ha energetikus vagy, azaz a kapcsolódás, az energia, a finomság, az együttlét, a jelenlét a legfontosabb neked. Akkor is, ha érzéki vagy szensuál típus vagy, azaz az érintés, az élmények, az illatok, minden, mindaz, ami így körbevesz, ami hang, ami textúra, ami íz, az, amit téged mélyen táplál. Akkor is, ha szexuális vagy, és az orgazmusok, és a mesztelenség, és a közösülés az, ami így a leginkább neked a lényege, annak, hogy mi is a szexualitás. Akkor is, hogyha úgynevezett kinki vagy, és a tabuk izgatnak fel, vagy azok a dolgok, amik miatt így mások feltén néznek rád, pedig igazából a szexualitásnak az is egy gyönyörű játszótere, vagy pedig, mint ahogy én, shapeshifter az az alakváltó vagy, aki magába foglalja az összes blueprintet, és szüksége is van arra, hogy így játszhasson velük, és benne legyen a játékterében mindez. De foglalkozunk majd szexmágiával is, és azzal, hogy hogyan állíthatod a szexualitást és a szexuális energiát a teremtés szolgálatába, és egy olyan ügy szolgálatába, amiről úgy érzed, hogy neked fontos, és hogyan tudod átitatni az életedet azzal, hogy igenis, nem csak szenvedésből és fájdalomból lehet alkotni, teremteni, hanem gyönyörből és szeretetből is, és ideje annak, hogy végre erre ráébredjenek nagyon sokan, és elkezdjük használni azt, hogy lehet az öröm által a világot és saját magunkat egy sokkal boldogabb paradicsomi helyé tenni, ahol a test, a lélek és maga az univerzum találkozik. László Viktória vagyok, képesített erotik blueprint coach, és találkozunk Máltán a háromnapos Ébredj fel az erotikus potenciálodra workshopomon.